Kedves nézőink, a közelmúltban 200 darab napelemet szereltek fel az Ajkai Szabadidőközpont tetejére, ezzel kapcsolatban tartottak projektbemutatót tegnap a Szabadidőközpontban. Kérem, tekintsék meg összeállításunkat! A programunknak a másik része, az pedig egy műszaki fejlesztés, amit szintén ebben az időszakban tettük meg először, még ezzel nem foglalkoztunk, hogy a megújuló energia területén is igyekszünk kis lépésekkel, de tért hódítani, és igen jó partnerben találtunk a Gátiba Kft. Vezetőiben, akik ugye itt állnak mellettem, gazdag Gábor, akik segítették, hogy a város egy eredményes pályázaton vegyen részt, és ugye a pályázat menedzselésében, illetve a kivitelezésben is nagyon jó munkát végeztek, amit itt is szeretnék megköszönni. És egyúttal kérem őket, hogy mint nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek a későbbiekben is legyenek a segítségünkre, hiszen tervezzük a Fekete István Általános Iskola és Gimnázium tetőszerkezetére napelemeknek a telepítését, és a most épülő városi úszodát már úgy alakítjuk ki, és úgy a szerkezetét úgy terveztettük meg, hogy az is alkalmas lesz ennek a befogadására. Magáról a beruházásról annyit szeretnék elmondani, hogy 200 darab, összesen 50 kW csatlakozású teljesítményű napelem került elhelyezésre itt a tetőn, aminek az összenergia termelése 56.700 kW évente. És a beruházás összértéke eléri a 40 millió forintot, amelyhez 36,5 millió forint támogatás nyert a város, és a különbség az meg az önerő volt. Hát ennek a beruházásnak a révén azt szeretnénk remélni, és azt várjuk, hogy a szabadidő központi villamos energia felhasználása mindegy 30%-kal csökkenni fog. Mit kell tudnunk erről a napelemes rendszerről? Alapvetően ez azt szolgálja, hogy elektromos energiát állítsunk elő, ezt fel lehet használni a házban, illetve ezáltal a széndioxid kibocsátást tudjuk csökkenteni. Egy gyakorlatilag egy ilyen rendszer alapvetően panelekből, tartószerkezetből, inverterből, ami átalakítja az áramot, illetve a szükséges védelmi rendszerekből áll. A panelek lelkei azok a szilícium alapú cellák, amelyek gyakorlatilag a fényből képeznek elektromos energiát. Ez egy egyenáramú energia, ezt átalakítjuk inverterbe. Úgy kell elképzelni a laikusoknak, mint egy fordított hegesztő inverter, és aztán ez bekerül a hálózatba, és ott használódik, ahol szükség van rá. Miért volt ez fontos a Szabadidőközpont számára, hogy ez létrejöjjön? Jelentős költség megtakarítás. Tehát azáltal, hogy évente 56-57 ezer kilowattórányi energiát termel, ennyit nem kell kifizetnie a későbbiekben az áramszolgáltatónak. És van esetleg tervben a jövőben, hogy a város különböző pontjaira telepítenek ilyen napelemes rendszereket? Úgy láttuk, hogy a fogadókészség a város részéről megvan, mi több területet felmértünk, már megnéztük, hogy lehetséges-e, úgyhogy reméljük, amennyiben az állami támogatás, a szándék meg lesz hozzá, akkor tovább tudunk haladni. Miután azért az önkormányzatoknak fontos a gyors megtérülés ezeknél a beruházásoknál. Magánemberek számára is ajánlaná ezt a rendszert? Ezek a rendszerek alapvetően, hogy mi meg szoktuk fogalmazni, nyugdíjbiztosítás típusúak. Ez azt jelenti, hogy ma, amíg aktív vagyok, megvan a szükséges pénzem ahhoz, hogy ezt a beruházást megcsináljam, és amikor majd nyugdíjba megyek, élvezni fogom annak előnyeit, hogy a rezsim az a nullához fog közelíteni. Sok helyen az történik, hogy még több villamosenergiát állítanak elő magánháznál, mint amennyi pillanatnyilag szükséges, mert a fűtés egy részét is átkonvertálják elektromos felhasználásra.